Ez a Híradó 8 órakor, az M1 Jellantos Csaba vagyok. Az egy évvel ezelőtti terrortámadás évfordulójára készül Izrael. Márnap felkelte előtt rengetegen gyűltek össze, hogy a Nova Zenei Fesztivál helyszínén, ahol az egyik támadás történt, megemlékezzenek a tragédiáról. Tavaly éppen ezen a napon, október 7-én a Hamas fegyveresei betörtek Izrael területére. 1200 embert megöltek, 250-et elhurcoltak magukkal Gázába, és közülük 100-an még mindig ott vannak, de azt nem tudni, hogy élnek-e még. Izrael a terrortámadás után benyomult Gázába, sok Hamas terroristával végeztek, és azóta is folytatják a hadműveleteket. Gázában fogva tartott izraeli túszok családtagjai tüntettek vasárnap Tel Aviv utcáin. A demonstrálók a Hamas tavaly októberi terrortámadásának első évfordulója előtt azt követelték a kormánytól, hogy biztosítsa szeretteik szabadon bocsátását. 2023. október 7-én a Hamas fegyveresei egy összehangolt támadássorozat alkalmával 1200 embert, főként civileket gyilkoltak meg, mintegy 250 külföldi és izraeli túszt hurcoltak el magukkal. Az izraeli kormány szerint a még Gázában tartózkodó 101 fogoly harmada vélhetően már nem él. Izraelben hétfőn a túszokra és a terrortámadás áldozataira emlékeznek. A rendezvények helyszíne már javában épül. Két központi megemlékezés is lesz, mert a családtagok nem akarnak együtt emlékezni a kormánnyal, amely szerintük mindmáig nem vállalta a felelősséget a tragédiához vezető hírszerzési és katonai kudarcokért. Ez az emlékhely azt a történetet meséli el, amin keresztül mentünk 2023. október 7-én. Hogy nem volt hadsereg, de voltak katonák, nem volt állam, de voltak polgárok. És szerintem a kormány erről nem fog beszélni a saját megemlékezésén, mondta az egyik rendezvény szervezője. A túszok családtagjai azzal is vádolják Benjamin Netanyahu kormányfőt, hogy feláldozta szeretteiket, ragaszkodva a gázai hadműveletek folytatásához. Még aggasztóbbnak tartják azt, hogy már Libanonban is izraeli katonák harcolnak. A hírügynökségek közben egyre több hazahozott túszsal készítenek interjúkat. Sokan mindeddig elzárkóztak a nyilvánosság elől, mások szeretnék, ha mindenki hallaná történetüket. Ezt a nőt férjével együtt hurcolták el Gázába a Hamas fegyveresei. Őket és sok más túszt megerősített talagutak hatalmas hálózatában tartották fogva a terrorszervezet fegyveresei. A nő tavaly novemberben szabadult ki egy fogolycsere révén, a férje viszont még mindig ott van. Most érte és a többi túsz hazahozataláért küzd. Nem volt szabad éreznünk, nem beszélhettünk, nem ölelhettük meg egymást, nem állhattunk, nem mozdulhattunk. A föld alatt alig kaptunk friss levegőt, és biztosak voltunk benne, hogy meghalunk, emlékezett vissza. A terrortámadást követő izraeli válaszcsapás súlyosságára senki sem számított. Gázát letarolták, a Hamas vezetésű helyi hatóságok szerint 41 ezer palesztin vesztette életét. A háború kezdete óta világszerte tartanak palesztin párti tüntetéseket, most az évfordulóra időzítve is számos demonstrációt hirdettek meg. Rómában a tiltakozók nem az áldozatokról kívántak megemlékezni, hanem az Izrael ellenes forradalom kezdetét akarták éltetni, ezért a rendezvényt betiltották. 6000-en mégis megjelentek a helyszínen, és azt követelték, Olaszország ne adjon el, és ne küldjön több fegyvert Izraelnek. Azért jöttünk ide, hogy minden háború ellen demonstráljunk, és a tüntetés szabadságáért is, mondta egy tiltakozó. A tüntetők egy csoportja megpróbált a belváros utcáin keresztül vonulni. A rendőrség ekkor könnygázt és vízágyukat vetett be. Egy tüntető és 30 rendőr megsérült. Berlinben 1000 tiltakozó követelt szabad Palesztinát, Libanont és Gázát. A rendezvény végén egy több méter hosszú óriási palesztin zászlót vittek a legnagyobb kormánypárt a szociáldemokraták székháza elé. Ezzel egy időben több száz izraeli tüntető is tiltakozott a német fővárosban. Az antiszemitizmus ellen emelték fel hangjukat. Miközben vonultak a belváros felé, belefutottak a palesztin párti tüntetők egy kis csoportjába. A dulakodásnak rendőri beavatkozás vetett véget. Párizsban is több mint 3000 tüntető vonult ki a köztársaság térre. Elítélték Izrael akcióit, és tűzszünetet követeltek.
Hasonló tüntetések voltak még Londonban, Madridban, az Egyesült Államok több városában, továbbá Ausztráliában és Afrikában is. Vasárnap pedig Isztambulban vonult több ezres tömeg. A résztvevők a harcok leállítását, valamint egy független palesztin állam létrehozását követelték. Egy ember meghalt, többen megsebesültek egy terrortámadásban az izraeli Be'er Sevában. A merénylő a város központi buszpályaudvarán egy gyors étteremben nyitott tüzet a bent lévőkre. Egy határőrként szolgáló 19 éves lány életét vesztette, többen pedig megsérültek. A közelben tartózkodó katonák a helyszínen lelőtték a terroristát, aki egy izraeli arab faluból származott. Az elmúlt éjjel is rakétákkal lőtte Izraelt a Hezbollah. Haifában 10 megsérültek, amikor találat ért egy éttermet, több lakóházat és egy utat. Egy másik városban, Tiberiászban 7 embert kellett kórházba szállítani a támadás miatt. Az éjjel az izraeli hadsereg pedig ismét Beirutot támadta. Úgy tudni, eltalálták a Hezbollah egyik fegyverraktárát is. A gázai övezet közepén pedig Izrael egy kórházat bombázott, mert a Hamas itt egy irányító központot hozott létre. Lövések dördültek el vasárnap egy délnyugat-svédországi bevásárlóközpontban, egy ember megsebesült. A rendőrség őrizetbe vett egy 15 éves fiút, ő lehetett az elkövető. A Göteborg környéki plázában történt incidens háttere egyelőre nem tisztázott. Svédországban az utóbbi években megszaporodtak az erőszakos bűncselekmények, gyakoriak a migránsbandák közötti leszámolások, és a kábítószer kereskedelem ellenőrzéséért folyó harcban is rekordot döntött a lőfegyveres bűnelkövetések száma. Brüsszelből nem kivonulni kell, hanem bevonulni, jelentette ki a miniszterelnök Olaszországban Matteo Salvini pártjának nagygyűlésén. Orbán Viktor azt mondta, Brüsszelt el kell foglalni, vissza kell venni a bürokratáktól, és vissza kell adni az európai embereknek. Kiemelte, ennek első lépéseit már megtették, és a patrióták már a harmadik legnagyobb képviselőcsoport az Európai Parlamentben. Hozzátette, a következő időszakban meg kell erősödni, és tovább kell menni a jobboldal európai egyesítésének útján. Már a mi szívünkben Magyarország és Olaszország az első, nem fordíthatunk hátat Brüsszelnek. Ha Brüsszelt átengedjük a baloldalnak, meg fogják buktatni a patrióták nemzeti kormányait, ahogy Lengyelországgal is tették. Ezért Brüsszelből nem kivonulni kell, hanem bevonulni. Brüsszelt el kell foglalni. Tegnap volt az aradi vértanúk emléknapja. 175 éve október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49-es szabadságharc 13 honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormányminiszterelnökét. Orbán Viktor Olaszországban a Liga párt nagygyűlésén emlékezett meg az aradi vértanúkról. A kormányfő úgy fogalmazott, a szabadságharc bebizonyította, hogy sohasem adjuk meg magunkat, sohasem adjuk fel a szabadságunkat, és sohasem engedjük át az országunkat idegeneknek. Sohasem adjuk meg magunkat, sohasem adjuk fel a szabadságunkat, és sohasem engedjük át az országunkat idegeneknek. Mai ci arrendiamo, mai rinunceremo alla nostra libertà e mai cediamo i nostri paesi agli stranieri. Nem adjuk oda se a brüsszeli bürokratáknak, se a globális pénzhatalmaknak, se a migránsoknak. Rekordmennyiségű 13 tonna csempészett dohány találtak a pénzügyőrök egy román rendszámú kamionban a 7-es főúton. A több mint 1 milliárd forint értékű szállítmányt a fuvarrakományokon szereplő néhány doboznyi csomagolóanyag mögött rejtették el. Az illegálisan szállított dohányárut a pénzügyőrök lefoglalták, a kamion két sofőrjét őrizetbe vették. Itt a 7-es főút utolsó pihenőjében alig 200 méterrel a Letenyei határátkelő hely előtt állítottak meg a NAV bevetési igazgatóságának járőrei egy román rendszámú kamiont. A rutin ellenőrzést a fuvarokmányok szerint Lengyelországból Olaszországba csomagolóanyagot szállító jármű vezetőfülkéjének átvizsgálásával kezdték, ahol megtalálták a lengyel feladó bélyegzőjét. Ez gyanút ébresztett a pénzügyőrökben, ezért a szállítmány tételes átvizsgálása mellett döntöttek. A gyanút tovább erősítette, hogy a két sofőr vonakodott eleget tenni a rakodótér kinyitására vonatkozó felszólításnak. Végül nagy nehezen kinyitották a rakteret, ami az álcázásként bepakolt csomagolóanyag mögött vágott dohánnyal volt tele. A 13 tonna súlyú több mint 1 milliárd forint értékű szállítmányt a pénzügyőrök lefoglalták.
A lefoglalt jövedéki termékek után 560 millió forint adót kellett volna fizetniük. A NAV pénzügyőrei a két férfit előállították, költségvetési csalás büntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták meg őket. A két román sofőrt a pénzügyi nyomozók őrizetbe vették. A Zalavár megyei főügyészség indítványa alapján a járásbíróság elrendelte mindkettőjük letartóztatását. Ha a bíróság bűnösnek találja őket, akár 10 évet is kaphatnak. Ismét homokzsákokat töltenek Floridában, ahol ezúttal a Milton hurrikán érkezését várják. A hatóságok megkezdték a lakosok kitelepítését. Az előrejelzések szerint ugyanis a rengeteg esővel és erős széllel érkező vihar a sűrűn lakott Tampa Bay térségében fog lecsapni. Az új hurrikán minden valószínűség szerint ugyanott pusztít majd, ahol szeptember 26-án a Helen hurrikán csapott le. Abban a természeti katasztrófában több mint 200-an vesztették életüket. Ez volt a Híradó, további hírekért és videókért keressék fel a híradó.hu oldalt. Most a Nemzeti Sport Híradó következik Maruzsa Istvánnal.